Sziasztok! A mai vlog teljes mértékben kedvenc kajám elkészítéséről fog szólni. Ha utálod a főzős műsorokat, akkor köszönöm szépen a figyelmedet, találkozunk holnap. Viszont ha kíváncsi vagy, hogy mi a kedvenc kajám, ami lehet, hogy könnyen a te kedvenc kajáddá is válhat, akkor maradj velem! 1, 2, 3, fuck it! Tegnap Robi kint felejtette a Marosparton a motorját, és most miért nem nyílik ez az ajtó? Adom a motorodat mindjárt. Jó. Smink nélkül vagyok. 6 hours later. Ebben a percben jöttem el az irodából, és most úton vagyok haza, hogy felvegyem a lányokat, Évit és a Picurt, le fogunk menni a Marospartra, és akkor folytatni fogom a mai vlogot. Szóval a mai vlog az egy nem egy rendhagyó vlog lesz. Itt is lennénk, megérkeztünk. Szóval, mit fogunk majd készíteni? Azért mondom, hogy készíteni fogunk, ugyanis gyermekkorom egyik kedvenc kajáját fogom megmutatni, hogy hogy készül, ami nem más, mint a padlizsán krém. Romániában ezt úgy szokták hívni, hogy vineta. Nem tudom, hogy hallott-e már róla valaki. Nagyon hibátlan jó kis kajcsi. Tudjátok, mi kezdjük is bele. Az első dolgunk, hogy meggyújtjuk a tüzet, ugyanis ez a sütés most grillen fog történni. Igazából akkor a legjobb, mikor a grillen van megsütve a maga a padlizsán. De egyébként ezt simán el lehet készíteni sütőben is, tehát mi sütőben szoktuk általában elkészíteni, de ha grillen készítitek, akkor kap egy ilyen füstös, pikánsabb ízt, szóval az egy extra dolog. Minek jöttek be? Ja igen, papíré, újságpapíré. Hát úgy néz ki, hogy sikeresen felfüstöltem a kamerát, és most már ég a tűz is. A lényeg ennek a... Állj ott meg. Tehát a lényeg ennek a padlizsános sütögetés dolognak, meg mindenféle fajta grill kajának, hogy ne a lobogó tűzön süljön ugye meg az étel, hanem készítsünk jó parazsat. Ez általában az ember vagy kemény fával tüzel, vagy ami a legegyszerűbb, hogyha vásárol faszenet. Ég a tűzünk! Ezt a kaját azért is szeretem, mert nagyon gyorsan készen van, és nagyon finom. Nektek mi a kedvenc kajátok? Írjátok meg ide kommentbe. Ameddig ég a tűz, addig elmegyek bóckodni egy kicsit a segvéllyel. Mi kell ehhez a recepthöz? Kell hozzá padlizsán. Szép, nagy padlizsán. Minél nagyobb a padlizsán, annál könnyebb lesz vele dolgozni. Szóval lehetőleg nagy padlizsánokkal dolgozzatok. Kell hozzá majonéz, de nem a bolti, mert az annyira... hanem tojássárgájából majonéz kell keverni, és avval kell összekeverni a legvégén. Kell hozzá még só, bors, egy kis citromlé a majonézbe. Maga a folyamat az úgy néz ki, hogy padlizsán, rá a grillre, rá a grillre, vagy a sütőbe, hogyha otthon készíted. Addig kell sütni a padlizsánokat, ameddig így össze nem esnek. Körülbelül, nem tudom, fél óra, 3-4 óra. Körülbelül így. Majd látszik a héján, amikor ilyen bemattul az egész, és akkor kiveszed a sütőből, akkor így, ahogy távozik belőle a nyomás, akkor így összeszottyad. Ilyen kis ráncos lesz a bőre. És utána szépen majd meghámozzuk, és egy ilyen fadeszkán műanyaggal összepépesítjük, de össze is lehet turmixolni,
Ha összeturmixolod, akkor avval az a baj, hogy túlságosan krémes lesz az állaga. Majd ha készen van a pépesítés, akkor beleöntjük a majonézt, avval jól összekavarjuk, ja, és leszelünk bele még egy fej, kisebb fej, vörös hagymát is. Közben, hogy haladjon is a dolog, elmegyek és elkezdem kavarni a majonézt, amíg Évi vágja a füvecskét. Jó vagy, kicsi? Majonéz fogunk most készíteni, a majonézhez, csak a tojás sárgájára van szükségünk. Igazából minél több ilyen tojás sárgája van benne, annál sárgább lesz a majonéz. Szóval, amikor megsültek a padlizsának, akkor annyit csinálunk, hogy megpucoljuk őket. De vigyázzuk el, mert k***t melegek, úgyhogy leég az ember keze. Ja. Itt most már van egy adag, ami nem van pucolva. És látjátok, hogy műanyagkést használok, mert hogyha fémmel érintkezik a padlizsán, akkor megfeketedik, vagy beszürkül. Most annyit csináltam, hogy a majonézt, amiből kiderült, hogy elfelejtettem a mustárt beletenni, de mert majonézt csak mustárral tudunk csinálni, annélkül egy kicsit az íze. Szóval beleraktam a majonézbe az összepépesített padlizsánt, jön meg a hagymát, amit úgy szintén vagy reszelővel, vagy turmixgéppel össze kell ilyen krémessé, pépessé, hogy ne ropogjon az azért a fogunk alatt. Ja. Ennyi lett volna a mai vlog. Nem lehet mindig csak a kütyükről beszélni, vagy éppen a világba utazgatni. Persze nyilván érdekes az is. Én nagyon szeretem az ilyen kinti, szabad tűzön, grillen sütögetős dolgot, úgyhogy biztos, hogy fogtok még látni ilyen vlogot. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy nem lettetek túlságosan éhesek. Ezt a kaját ajánlom, hogy friss kenyérrel fogyasszátok. Tudjátok, amelyiknek még olyan jó ropogós a héja. És friss paradicsom, paprika, slusz, ennyi az egész. Ilyen kaja. Köszönöm szépen a figyelmeteket, egészségetekre. De jó, nagyon jó. Találkozunk holnap. Megyek, eszek még egy kenyeret. Sziasztok!